Széttagolt tulajdonosi szerkezet, árvízveszély, rossz infrastruktúra egyfelől. Csodás természeti környezet, jó levegő, felfedezésre érdemes titkok és kihagyott vagy kiaknázásra váró lehetőségek másfelől. Nemrégiben egy feltörekvő vendéglátóhely szemszögéből próbáltuk meg láttatni a Népszigetet. Most pedig ellátogatunk az underground és street art világ egyik ismert szereplőjéhez. Sokat gondolkodtunk azon, hogy érdemes-e beruházni itt, olyan dolgokat kiépíteni, amit bármikor elvehetnek, hogy átépíthetik. Ez benne van a pakliba, nekünk ezt föl kell vállalni, de mivel mi jól akarjuk érezni magunkat, olyan helyen akarunk dolgozni, ahol jó ott lenni, ezért vállaljuk ezt a rizikót, hogy egyik napra a másikra el kell hagyni ezt a területet, de minden nap, amit itt töltöttünk, az tök jó volt. Butha Tomi az egykori hajógyári épületek egyikében hozta létre a Philip Galériát. Gyárt, újraértelmez, szétszed, összerak, fest, vagy éppen festést távolít el. A kerámiák azokat bolha piacokról vásároltam föl, sokat gyűjtöttem, aminek az volt a alapja, hogy olyan dolgokat kell venni, amiből sok van a piacon, olcsón lehet beszerezni, és idő után értéket fog képviselni. Ez is olyan, hogy minél többet vásárolsz, egyre jobban megtanulod a neveket, formákat, színeket megtanulod. Ez egy ilyen érdeklődési mánia, amitől újabb és újabb dolgokat tanulhatsz. A bútorok ugyanez, hogy soha nem volt csavarhúzókészletem, nem volt fúróm, nem volt semmi, és akkor itt tanulom meg ezt az egészet. Olyannyira, hogy hárman el is mentünk asztalos iskolába, elvégzés alatt állunk, tanuljuk ezt a dolgot. Én azért gondoltam, hogy fontos, hogy megtanuljam, hogy tiszta vagyok az anyagokkal, a formák alapjaival. Heggeztünk, fémipari munkákat hozunk létre, de alapvetően ezek a fő dolgok. Lomtanítástól szedünk össze a dolgokat, amiket vagy barátainktól, akiknek éppen nem kellett ez a dolog, és azt átépítjük, és újrafogalmazzuk. Beleépítjük azt a fajta tudást, amit eddig a művészetünk kortárs galériás környezetbe emeltünk be, most egy ilyen új formában, tárgyasult formában jutatjuk el. Van is egy ilyen mondatunk, hogy Népszigettől az otthonodig. Butha Tomi graffitikkel kezdte, innen indulva képezte magát tovább. A megszerzett tudását most a mindennapos használati tárgyak világába illeszti be. Leginkább bútorokat gyártunk, falakat festünk, kreatív energiákat mozgatunk és adunk át másoknak. Csapatnak a 80%-a vagy képző vagy iparművészeti egyetemet végzett, és azokat az energiákat, amiket a képzőművészetbe táblakép vagy szobor vagy installációba fektettünk, azt most máshogy adjuk vissza az embereknek, máshogy jutatjuk a kanapéjuk fölé, vagy fal formájában, vagy maga a kanapét mi rakjuk a kép alá, amit nem mi festettünk, vagy akár azt a képet, amit mi festettünk, az alá adunk egy kanapét. Régi bútorokat újítunk föl, vagy új bútorokat régiesítünk, vagy éppen olyan bútort gyártunk, ami még nem volt, de olyat beépítünk, amit ő szeretne. Kis cégek, nagy cégekkel dolgozunk együtt, kis csapat vagyunk, totális kis C műhely. A 21. században. A kis céhes felfogás nem csak őt jellemzi, számos vállalkozás működik a régi falak között. Ha valaki kívül elsétál a ház épület együttes előtt, akkor azt látja, hogy ez üresen álló, lerohadt épületek együttese. Ez nem igaz, minden épület fullon van emberrel, van például téli petangpálya, és sorolhatnám egy-két olyan dolog, ami exkluzív dolog, vagyis titkos, vagy nem tudom, csak az a szubkultúrán belül lévő emberek tudják, hogy itt mit található. A hajóipar már a múlté ugyanakkor, hogy itt mi található, az talán sokakat meglepne. Az ipar megszűnt, ezeknek a államosított cégek helyére, államosított részek helyére most már magánvállalkozók vannak, nem hajókkal foglalkoznak leginkább, de ugyanúgy ipar működik itt nagy csarnokokban. Megjelentek a képzőművészek, megjelent az a faj, van galéria, egy évvel ezelőtt nyílt egy Skurz galéria nevezetű hely. Több képzőművésznek van stúdiója, filmgyártásra szakosodott épület és ilyen filmszobrászok, festők, kárpitos, szinteres, lakatos, asztalos,
minden olyan dolog, ami már a belvárosban egyáltalán nincs. És pontosan ezek a dolgok azok, ami szerintem egy izgalmasá teszi a területet. És izgalmas az is, ami kevesek számára ismert. Pont ezért izgalmas valami, addig izgalmas valami, amíg kevesen tudnak róla. Onnantól kezdve, hogy mindenki számára ismerté válik valami, attól kezdve elhasználódik egy terület. Ugyanakkor a Népsziget szerelmeseként ő is látja, hogy mennyi kihagyott lehetőséget rejt magában a terület. Viszont azt is tudja, hogy a fejlesztés kétélű dolog. Ha valamit injektálva hozol létre, az meghal. Viszont hogyha olyan dolgot hozol létre, ami önszerveződő és önmagától jön létre, úgy, mint egy város, vagy egy falu, vagy egy tanya, akkor viszont fenntarthatóvá válik. Ez a terület, ahol vagyunk, magánkézben van, 17,5 hektár. Ide, hogyha olyan jellegű bérlők érkeznek, akik olyan jellegű dolgokat szeretnek csinálni, amitől épül valami, attól ki tud alakulni ez a fajta terv, amit akkor szőttem. De azt gondolom, hogy már másfél gondolom, azt gondolom, hogy fontos egy városnak, a lokációnak az, hogy legyen iparja, azok mindig perifériára szorulnak. A periféria érdekes a városi emberek számára, szeretnék megismerni. Kicsit olyan, mint egy városban élő skanzen, ahol még dolgozó embereket látunk, nem irodákban, hanem kétkezi munkásokat. Abban sem hisz, hogy az úgynevezett kezdeményezések föltétlen hasznára válnának ennek a területnek. Rengeteg projektet csináltam már az életemben, ami nemzetközi, magyar, képzőművészeti, urbánus dolgok, és ezért sokat agyaltam, hogy mit lehetne ebből csinálni. Készítettem is egy tervet erre, hogy milyen fenntarthatósági terveket lehetne kivitelezni itt. Mikor ide költöztünk, kortárs galériák, kortárs intézmények, kávézók, bla bla bla, és ahogy telt múlt az idő, rájöttem arra, hogy ezt nem egy befektetői csoport, nem egy önálló kezdeményezésnek kell létrehozni egy ilyet, hanem hogyha a maga a környezet adja, gerjeszti önmagát, hogy egy ilyen dolog létrejön, akkor lesz működőképes. A fejlesztés, legyen az organikus vagy kívülről érkező, sok buktatót rejt magában. Eleven nagyon összetett problémákat von maga után, ha radikálisan hozzányúlnak a területhez. Ezt a területet nagyon nehéz fejleszteni, nincs csatornahálózat, nincs úthálózat normális. Van egy gát, van egy híd rész, amit két kocsira van kávé belőve, de a kettő is már nehezen jön be. Közművesítés hiány, ezek mind árvíz sújtott a terület. Gátat kéne építeni, meg kéne emelni a földszintet, ha gátat építenek, a Váci utat elárasztja a víz, illetve a Margit szigetet. Ezt senki nem akarná. Butha Tomi szerint már olyan funkciókkal is fel lehetne dobni a Népszigetet, amelyek nem igényelnek bonyolult beruházásokat. Nagyon jó sütögetők voltak itt régen, amit a lokális itt lakók építettek, amire most már ráépültek szórakozóhelyek, nincsenek sütögetők, amiket tudnak használni. Ezeket ugyanúgy újraépíteném. Nem nyúlnék a vadregényességhez, csak funkciókat adnék területeknek, hogy még több helyi arc tudja ezeket a részeket használni. Budapestnek nagyon kevés zöld része van, megőrizni, nem ráépíteni, nem kibontani, hanem olyan eszközöket vagy olyan dolgokat berakni, amitől az itt lakók jól érzik magukat. Illetve a belvárosiak kijönnek ide, hogy használjanak valamit. Az eredeti szerepüket elveszítő industriális épületegyüttesek vonzó tereket kínálnak a kulturális és a közösségi funkciók számára, de Tomi szerint az a gyártelep, ahol ők is dolgoznak, erre nem igazán alkalmas. Ez egy olyan terület, ami amúgy balesetveszélyes. Hatalmas hajók, hatalmas daruk, nem játék. Gyerekeknek nem jó például, hogy mondjuk hatalmas acélsodronyok vannak kifeszítve a sólyapályán, megboszlik, elesik, betöri a fejét, bármi baja lesz. Ezért ez, hogyha bármilyen szinten a közvélemény előtt meg van nyitva, akkor struktúrálisan át kell alakítani ahhoz ezt a területet, hogy ez jó legyen arra, hogy az emberek látogathassák. De onnantól kezdve viszont megváltozik az iparnak a szerepe, onnantól kezdve egy heggesztő, egy lakasztós, egy asztalos, egy varrógépszerelő, tényleg mint egy skanzenben lévő ember dolgozik, de hogy ezek az emberek nem bohócok, hanem dolgozó emberek. Az épületek szépek, érdekesek, de ez pont arra jó, hogy évente egyszer-kétszer vannak nyílt napok, amikor végig lehet sétálni, és pont ennyi kell szerintem egy ilyen területnek, hogy izgalmassá váljon. Azt viszont fontosnak tartja, hogy akik itt dolgoznak, valamilyen formában rajta hagyják a kezük nyomát a környezeten. Persze úgy, hogy tiszteletben tartják a helyi adottságokat. Mi a
A területen több tűzfalat festettünk, több olyan jellegű ilyen magunk módján szépítést hajtottunk végre, vagy azt gondoltuk, hogy értéket képviselünk, hogy térképet rajzoltunk a Népszigetnek, logót adtunk neki, újságot készítettünk róla. Mi így tudunk hozzájárulni ennek a helynek, annak a fejlődésében, hogy új, más szemszögből lehessen megközelíteni.